Az első kórházi szülésemnek a traumája, mert az volt. Utána nagyon nehezen, de jutottam el odáig, hogy nem kerestem már, hogy melyik kórházban lehetne megtalálni azt, amit szeretnénk, mert hogy rájöttem, hogy sehol. És akkor így jutottunk el így másodjára az otthonszüléshez, és így a 30. hét körül már így teljes biztonsággal és magabiztossággal. Szóval így a második felét ennek a második várandóságnak már én nagyon háborítatlanul éltem meg, és sokkal nyugodtabb is voltam. Így a 39. héten, azon a héten, már a hét elejétől minden reggel ilyen hajnali 4-5-6 felé volt egy 1 órás masszív jósló fájásom, ami olyan volt, mint régen a menstruációs görcsök, és elég kemények voltak, tehát 1 órán keresztül nem állt el. Vasárnap, ez egy vasárnap reggel volt, amikor ez megint így elkezdődött, és na mondom, megint ezt így játsszuk. És elkezdődött, és vége lett. És így nagyon kipattant a szemem, hogy ez most mi volt. És eltelt egy 5 perc, és megint jött egy. És így elkezdtem röhögni így az ágyba, hogy hát ez tök jó, hát ez így nem is durva, most nem folyamatosan van. Fél órája jöttek ezek az 5-6 percesek, amikor így felhívtam bábánt, hogy valami van, de hát magamból kiindulva majd holnap megszülök, úgyhogy csak tudjanak róla, hogy valami elkezdődött. És akkor felkeltünk párommal, csináltunk reggelit, ő kiment, elrendezte az állatokat, megittunk egy kávét, és így jövögettek közben, egyszer lezuhanyoztam, de olyan teljesen komfortos volt, tehát hogy ilyen tök könnyűek voltak. Úgy voltam, hogy jó, hát ez az eleje. Fél tíz tájában így leültem a kanapé szélére, és így hátradőltem. És hát ott talált a következő összehúzódás, és így úgy éreztem magam, mint egy teknős, aki így a hátára fordult, és úgy maradt, és így pokolian fájt. És így akkor jöttem rá, hogy nekem az elsőnél nem csak az fájt nagyon, hogy az oxitocin, hanem hogy a háton fekvő vajudás. Hogy na, ez nagyon hasonló volt, nem olyan mértékű, de hogy az úgyis ezerszer jobban fájt, mint előtte, hogy jöttem, mentem, mocorogtam, sétálgattam, mondtam páromnak, hogy húzzon már föl, mert megpusztulok. És azt vártam, hogy a következő az most vajon milyen lesz, és jött a következő, és így megint tök élhető volt, és könnyű. És még ott beszélgettem, és egyszer csak megint jött a következő, de én nagyon hamar, és így nagyon hosszú is volt. Lement az összehúzódás, előtte sem mértük egyébként egyáltalán, de hogy így párom nézett rám, hogy ez hosszú volt. Én mondtam neki, hogy én is érzem, vagy éreztem. És így a következő pillanatban hogy azt éreztem, hogy szó szerint éreztem minden mozdulatot, hogy fordul bennem a gyerek. És így elkezdtem gondolkodni, így elkezdtem így lamentálni, hogy nem ott tartunk, mint ahol én hittem. Tehát, hogyha ő már forog, akkor... És így megvilágosodtam, hogy igazából ő így a kapuban kezd lenni. És így néztem páromra, hogy hívd fel a bábákat, hogy induljanak el most. Hát és ő felhívta a bábákat, hogy induljanak el. Én meg átmentem a ház túloldalára, és elkezdtem teregetni. És így utólag visszagondolva, nekem már tolóérzeteim voltak, miközben én ott az oknikat akasztgattam fel a teregetőre. De hogy én még nem akartam ezt így megérteni, hanem én még ott tettem. És akkor közben felhívtam a bábámat, hogy hol vagytok? De ilyen jó számon kérően, mire mondta nekem, hogy most veszi föl a bábatársat, és én elnéztem közben a telefonon, hogy nem volt 5 perc, hogy felhívtuk, hogy induljanak el. De nekem már így sehol nem volt időérzékem, tehát hogy így abszolút nem érzékeltem, és akkor mondtam neki, hogy én azon gondolkodok, hogy bemennék egyet így megint így a fürdővízbe, de hogy lehet, hogy az fel fogja gyorsítani. És hát mondta a bábám, hogy hát, ha azt érzem, hogy az esne jól, akkor menjek nyugodtan. És bennem a fürdőbe, és így megálltam az ajtóba, így ott volt így a WC, és így megállapítottam, hogy jön. Tehát, hogy így jön a gyerek, én ott lementem 4 kézláb, és így néztem hátra a páromra, hogy tehát így vártam azt a megerősítést, hogy mi ezt most megcsináljuk. És tök érdekes, hogy tudom, hogy ő neki azért ez egy nagyon nagy feladat volt, ami itt érkezett, de hogy ott az arcán azt láttam, hogy minden oké, és csináljuk. És nagyon megerősítő volt, és hát tényleg, tehát innentől kitolásban voltunk, és az az érdekes, hogy annál hosszabb volt, mint amit az elsőnél kivártak, vagy hagytak a kórházban. De hogy egyébként meg egy nagyon gyors kitolás volt, de hogy minden mozdulatot éreztem, tehát folyamatosan éreztem, ahogy jött lefelé, és egyébként mindig egy, tehát lejött, ez a kettőt előre egyet vissza, mindig egy kicsit visszacsúszott. És egyébként nyitva volt a fürdőablak, és tehát üvöltöttem minden összehúzódásnál, mint az állat. Tehát olyan hangok jöttek ki belőlem, hogy így amúgy is ilyen rekett a hangom, és hogy tehát
tényleg ilyen brutálisan állatias üvöltés jött ki belőlem. Egy nagyon intenzív testérzet volt az egész. És emlékszem, volt egy pillanatig néztem az ablakot, és azon gondoltam, hogy az egész falu azt hallgatja, hogy én ordítok. És mivel ment ez a kicsit, a kettőt előre egyet vissza, így felhívtam közben a bábámat, én mondtam, hogy add ide a telefont, felhívtam közben a bábámat, hogy minden rendben, de kitolásban vagyunk, és kettő, tehát előre jön, de picit visszacsúszik, mindig előre jön, de kicsit visszacsúszik, és a bábám ilyen végtelen nyugalommal mondta, hogy igen, tudod, ez teljesen rendben van, csinálja a helyet, minden oké, és ilyen, jó, és így rácsaptam a telefont, hogy akkor ennyi, köszi. Aztán nem volt már, tehát egy-két toló volt még, és így már rajta volt a gáton. Nagyon intenzív érzés volt a tűzgyűrű, tehát hogy ott megint üvöltöttem, mint az állat. És aztán átbukott a feje. Kérdeztem páromat, hogy ő mit lát, és akkor mondta, hogy húzogatja az orrát. És annyi, tehát ez egy olyan oxitocin fröccs volt, hogy így elképzeltem, hogy a gyerek ott húzogatja az orrát. Hogy így jött is a következő összehúzod, és gyakorlatilag az a lendülettel így ő kifordult, és kint volt, és párom elkapta, én meg fordultam, és így vettem is ki a kezéből, így emlékszem, hogy így átemeltem a lábam, így valahogy így zsinórral ott szórakoztam, és így magamra raktam, és így ott ültünk a fürdőben, ilyen, tehát hogy így teljes csend lett így mindenből, és kintről így jött be a napfény, és nem üvöltött egyáltalán, de olyan éber volt, tehát ilyen hatalmas szemekkel így nézegetett körbe, és így én ott feküdt rajtam, és felről meg így mellettem, és így nézték egymást. És ilyen, tehát egészen varázslatos pillanat volt, hogy teljes csend lett ott, és így ott voltunk hárman. És végtelenül békés volt. És hát ott voltunk legalább egy 10 percet talán, mire jött egy telefonhívás, így párom kilépett a fürdőszoba ajtóból, és így hallottam, mert annyira azért hangosan beszélt a dulám, hogy ő így jön a bekötő úton, mindjárt itt lesz. Hát és aztán ő megérkezett, ami egyébként úgy nagyon jó volt, meg nyilván, de páromnak azért ez egy nagyon intenzív élmény volt, mikor a dulám ideért mondta, hogy akkor ő most kimegy egy kicsit levegőzni. Tehát, hogy ő most kicsit kimegy, és kiszellőzteti a fejét. És akkor így a dulám alatt között megérkeztek a bábák is. Ezen ami érdekes egyébként, hogy ezután nem volt még ezután minden kerek, mert ugye a lepény nagyon nehezen született meg. Nagyon sokféle módon próbálkoztunk a szobába is, vagy tehát a fürdőbe, a fürdőkádba, de egy abszolút belekerültem egy ilyen spirálba, így teljesen betört az előző élmény, és belecsúsztam abba, hogy nem tudom megszülni a lepényt. Kaptam oxitocint is a fenekembe, tehát így oxitocin szurít már ott, de hogy arra sem lett így látványos eredmény, és végül az hozta meg az áttörést. Egyrészt eldöntöttem, mondtam, hogy kérem, tehát, hogy így páromon volt a gyerek, mondtam, hogy bemegyek a szobába, megszoptatom, és hogyha nem vagy, akkor bemegyünk a kórházba, nem érdekel, a gyerek már megvan. Nekem ez volt a legfontosabb. És bekuckoztunk az ágyba, és már ez egyébként így leoldott egy kicsit. És aztán jött a bábám, hogy hát annyi idő telt el, hogy tényleg be kell mennünk a kórházba akkor, de még az utolsó opció, hogy zörgette a katéteres zacskót, hogy egy katétert még feltenne, hogy az még esetleg segített. És én emlékszem, így néztem rá, hogy én imádom, de hogy elment az esze. Hogy én nekem nem lehet, hogy nekem felrakjanak katétert. És így aztán elkezdtem, tehát így lepörgött a fejemben, hogy oké, de mit gondolok, hát ha bemegyünk a kórházba, ott nem csak, hogy egy katétert fognak felrakni, hanem és abban a pillanatban, de ez ilyen másodpercek töredék, hogy így néztem rá, hogy tolóim vannak, és jött a lepény. És megszületett a lepény végül is, így utolsó utáni pillanatban. És hát még akkor megnézte a bábám, hogy teljesen rendben van, de teljesen épp volt. És innentől így teljes, tehát hogy így bekuckoztunk, ők még elrendezték a papírokat, és elmentek igazából, és mi ott maradtunk teljes nyugalomban, és nem sokkal utána anyukám még hozta ki is a nagyfiamat. És egy ilyen végtelen nyugalom volt az egész, tehát ugye a gyerekágy is egyszerűen, tehát, hogy ahhoz képest, amit én azt hittem, hogy amikor az elsőnél a kórházban nem voltam a csecsemős osztályon, ott minden egy ilyen borzalom intenzív, minden fájt, minden rettenetes volt, és azt hittem, hogy ez is normális. És itt is voltak kihívásai a gyermekeinek, de mégis azt éreztem, hogy ezek mindent könnyen tudok venni, és hogy ezek mind megoldhatóak. De tényleg az érzésem lett, hogy így ide nekem az oroszlánt is. Tehát, hogy ezt megcsináltam, akkor most már bármit. Olyan volt, hogy ilyen teljesen hétköznapján ment tovább az élet. Tehát nem történt semmi extra, csak megszületett, és mentek tovább a hétköznapok, és ott volt velünk.
Ami érdekes, hogy ezután a szülés élmény után azért utána megint volt egy időszak, amikor úgy haragudtam az elsőért, mert hogy megláttam azt, hogy ez ilyen is lehet, és hogy megláttam azt, hogy akkor ott mit vettek el tőlünk. És realizáltam azt, hogy nyilván ez egy első szülés, ami mindig nehezebb, de akkor is azt éreztem például ebből a kitolásból értem, hogy ez egy gyors kitolás volt, de mégis hosszabb volt, mint amit az elsőnél hagytak. Tehát, hogy lehet, hogy ott bizonyos eszköztár ott helyén való volt, de hogy például miért nem lehetett megpróbálni, ha nem megy háton fekve, akkor más pozícióba kitolni. Ja, és ami még talán érdekes, és ide csatolnám, hogy azzal egyedül voltak félelmeim, hogy a szülés után, hogy hát a párom premierbe végignézte a kitolást. És mi az első előtt, tehát az első gyerekünk előtt is én úgy voltam, hogy én nem akartam, hogy ő a kitolást végignéz. És hát nyilván ez a másodiknál így nem volt kérdés. És egyébként széklet is jött, nagyon aranyos volt, mondta, hogy letörölje, vagy letörlöm. Tehát, hogy így mindent úgy zajlott, ahogyan az szokott ilyenkor. De én nekem utána volt egy kis félelmem, hiszen előtte mindig azt hallgattam mindenhol, mindig azt mondták, hogy az apukák majd traumatizálódnak, ha látnak valamit, és akkor majd emiatt majd utána a szexuális életbe ez bekavar. És nekem emiatt azért voltak ilyen aggodalmai is. Az a nagyon érdekes, hogy ezután a szülés után volt nekünk ez a legkönnyebb, leggyorsabban, leghamarabb, a legkönnyedebb. És hogy az ég egyet a világon semmit nem okozott, hanem tehát inkább még megerősítés, összekovácsoló volt ez az élmény. Pedig ő neki azért ez egy kihívásos pillanat volt ott. De mégis a párkapcsolatunkra tekintettel egyáltalán nem volt ez hatással, sőt, tehát minden szempontból megerősített bennünket. Úgyhogy aztán hát megfogant a kislányunk, a nagyfiunk 14 hónapos lehetett, 15, úgyhogy kereken egyébként 2 év lett köztük. És ez a várandóságon volt ez, ami a legzavartalanabb volt, amiben így végig azt éreztem, hogy teljesen minden rendben van, és hogy semmi nem zökkent ki bennünket ebből. Megint ugyanúgy reggel kezdődött a folyamat, megint ilyen reggeli órákban. És akkor párom hazaért, és akkor úgy elkezdte reggeliztetni a fiúkat. Én meg megint így zoknit pározgattam, meg így ücsörögtem, meg így pakoláztam, és így megint jöttek az összehúzódások. De felhívtam a bábáimat, hogy valami elkezdődött, de nekem megint az volt a fejemben, hogy ó, hát ez még tök hosszú lesz, tehát majd lesz ebből a gyerek. És én 9-10 körül mondta párom, hogy érti, hogy a bábákat abszolút nem akarom még hívni, mert hogy feleslegesnek tartom, de hogy mi itt vannak a gyerekek is, legalább akkor a dúlámnak szóljak, hogy ő már jöhetne. És hát ő megérkezett, és akkor utána így a férjem így kiment a gyerekekkel játszani az udvarra, és akkor én így Anitával voltam. Nappaliba vajutgattam, aztán átmentünk a szobába, és aztán közben végül anyukámékat is elindítottuk, hogy ő meg jöjjön a gyerekekhez, mert akkor így Misi is be tudna hozzám jönni már. És addig úgy haladgatott a folyamat, amikor Misi bejött, akkor így egyértelműen így irányba állt, és így bestabilizálódott, tehát hogy nagyon jó volt, amikor már ő is így velünk volt. Bementem a fürdőbe, és így nekiálltam zuhanyozni, és ez így nagyon jól esett, és egyszer csak elment a meleg víz. És a kazán, nem tudjuk, hogy mi történt, de nem akart meleg vizet adni, ami borzasztó volt, mert hogy nekem ott már nagyon kellett a meleg víz. Az egy kritikus 5-10 perc volt, hogy én azt mondtam, hogy fogok vízbe szülni, a medencében már kihűlt a víz, nekem kell a zuhany. Szóval sikerült megcsinálni, és így begubbasztottam a zuhanyzóba, és így azt hiszem tudat alatt így végigfutott az, hogy hol vagyok, mert volt egy kép a fejemben arról, hogy egy ilyen tengerszoros előtt, a kislányom így benne van egy hajóban. Tudom azt, hogy amikor már én ott a zuhanyzóban voltam, akkor már abszolút az futott a fejemben, hogy ő már benne van a szorosba. És valószínűleg olyan hangjaim lehettek, mert a dúlám ilyen óvatosan kérdezte, hogy így tolókat érzek. És mondtam neki, hogy igen, de még nem tartunk ott. És így mondta, hogy jó, de akkor ő így bejön. És így amúgy jó volt, tehát tök jó volt, hogy ő bejött oda. És ott onnantól én így zuhanyoztam az alhasomat. És akkor megkértem Anitát, hogy hívja fel a bábákat, hogy hol vannak. És elhangzott az, hogy egy 10 percre vannak. És így vártam egy pillanatot, és mondtam nekik, hogy én nem várom meg őket. Tehát, hogy így nem. Jön a gyerek, kész. Hát és így, tehát, hogy amikor az előzőnél ilyen tényleg rendkívül intenzív volt, és ugye a reggőnél így nagyon üvöltöttem a kitolásban, de most így ilyen tök békés volt, ilyen annyira lassan és szelíden, nem lassan, mert nem, de hogy annyira szelíden jött lefelé, hogy így egyáltalán nem éltem meg intenzívnek, és a tűzgyűrű se volt olyan. Tehát nem volt ez az égő feszítő érzés, hanem olyan nagyon könnyeden bukott át a fejecskéje.
És utána volt egy pillanat, amikor így azt éreztem, hogy ott valamit csinál a kezecskével, és akkor mondtam, hogy hú, ez most kellemetlen, és így lebillentettem ilyen tök ösztönösen a csípőmet, és akkor fordult ki, és hát Anita elkapta, és akkor utána úgy odaadta, én végig páromon támaszkodtam, tehát őt leültettem erre a sarok részre, és az ő ölébe voltam, és ott feküdtem, és úgy, és hát is meg lett a kislányunk. Egyrészt tehát elképesztően gyönyörű volt, ilyen annyira kis, tehát hogy üvöltött róla, hogy ő egy kislány. Ilyen kis bájosan, és ő sem sírt egyébként, hanem ilyen, tehát csak ilyen hatalmas, ő is ilyen hatalmas béka szemekkel így lesett körbe, és pillanatok alatt egyébként, tehát hogy nagyon-nagyon hamar elkezdett szopizni, gyakorlatilag úgy tudtuk bevinni a szobába is, hogy csak húzta neki, el nem engedte, annyira könnyen sikerült szopiznia is, hogy így egészen varázslatos volt, és hát tényleg egyébként egy negyed óra 20 percre meg lett rá a lepény, tök könnyedén, tehát így tudtam, hogy ez most így teljesen rendben lesz. És közben egyébként ugye megjöttek a bábáim is, nagyon, nagyon mosolyogtak, hogy nem vártam meg őket. Tudtam, hogy úgy néz ki, hogy nekem ez nagyon jól megy. És azt az érdekes, hogy annyira jól voltam, hogy így lábon bevonultunk a szobába, és lefeküdtünk. És a nagyfiam vágta el a zsinort, hát jóval később, amikor már teljesen kifehéredett. És hát a bábák lepapíroztak, és mondták, hogy ha nem szeretnénk semmit, akkor ők lassan elindulnak. És elmentek, és anyukám így lefeküdt aludni a srácokkal, mi ott voltunk így hárman, és így párommal együtt így mindannyian elaludtunk. És így ott voltunk kora délután, és teljes csend volt a házban. És megint azt éreztem, hogy ez megint ilyen teljesen természetesen lezajlott, hogy így itt volt ez a hétköznap, és megint így beleilleszkedett, és csak beleérkezett. És ennyi, nem volt semmi nagy hacacáré, csak itt van velünk, és mennek tovább a napok. És nagyon megerősítő volt, és ebben most az a nehéz, hogy alapvetően most nem tervezünk több babát, de hogy ilyen élményekkel, utána így ott áll az ember, hogy de még olyan jó lenne, a gyerekek is szépek, meg szülni is olyan jó volt, és hogy ilyet kérek még. És hogy egészen más, mint amikor az ember retteg attól, amit átélt, és hogy újra azt kellene elé, vagy maga elé keverednie. És utólag így visszanézve egyébként kellett az az első élmény ahhoz, hogy én idáig eljussak, de úgy érzem, hogy kellett ez a második, meg ez a harmadik szülés élmény ahhoz, hogy azt érezzem, tehát a falon is átmegyek, hogyha ha kell, és hogyha, hogy bármire, tényleg bármire képes vagyok.